Rácson innen, Rácson túl, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Téma van, de ez nem az a téma. A mai adás neve kuriózum. És hogy mit teszi azzá, természetesen kedves, tisztelt vendégeink, akik megjelentek ma a stúdióba, nevezetesen Ekrem Kemál György, a Magyar Nádor Szövetség vezetője, elnöke, és Tatár József, a Magyar Nádori Szövetségnek az alelnöke, és ráadásul a Rendszerváltó Fórumnak az alapítója és elnöke. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az urakat. Köszönjük. Örülök, hogy megtisztelték a kedves nézőket. Ekrem Kemál György, Gyuri bácsi 20 éve ellenálló, úgyhogy mindenféle ünnepi megemlékezés után általában beviszik az urakat egy kis elbeszélgetésre. Remélem, hogy adás végéig velünk maradnak, köztünk maradnak, úgyhogy mi itt be is zártuk az ajtót, úgyhogy kezdődjék a beszélgetés. Magyar Nádori Szövetség. Mikor alakult, mit akar? Uraim, adjunk teret a jövőnek, jöjjenek az új gondolatok, ismerjék meg a kedves nézők. Köszönjük a meghívást, tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőit. Ez a szerkesztő úri megjegyzés, illetve indítás, hogy ellenállok, ez kicsit rossz áhízt ad nekem, mert mindig a antifasiszta szövetségnek a partizánjai jutnak eszembe ilyenkor, mikor ők hirdették nap mint nap, percről percre, hogy ők az ellenállók. Mi tudjuk, hogy ellenálltak a szénnel együtt a pincébe 1945-ben. Inkább hazafi, honvédő, nemzetőr, hát lehet válogatni a jelzőkbe. Hát ezt a kedves nézők is láthatják, mert elvégre gyönyörű bocskai ruhában van, két jelvény is van. Igen. Mutassa meg egy kicsit. Külön történetet ennek nem kívánok adni. Egyszerűen letaposottságában a magyar nemzet mindig tudott alkotni, tenni, és mindig voltak olyan hazafiak, akik arra sporoltak, ha már nem váltak alkoholistává, egy üveg sörös kocsmába könyökölő, vagy egy doboz cigarettáját éppen elszívó értéktelen emberré, hogy amit munkával keresett, azt arra fordította, hogy legyen egy jó pár csizmája, egy jó pár cipője és egy szép ruhája. Hát én büszkén viselem ezt a bocskai díszmagyart, és megtiszteltetésből a tévénézők kedvéért és a szerkesztőség kedvéért vettem fel, viseltem. Ez ünnepi ruha, de nekem hétköznapi is, hiszen országot járva több helyre, mikor meghívnak minket, büszkén öltöm magamra, és így megyek el. Itt vagyunk Moson-Magyaróváron, múlt héten Sopronban, ugye a hűség városában tartott a Magyar Nádori Szövetség egy rendkívül jól sikerült fórumot. És nem túlzok, ha azt mondom, Moson-Magyaróvárt is megilleti a hűség városa cím. Ha nem is osztogatnak a polgármesterek naponta díszpolgárságot, vagy ilyen címeket. Ugyanis 1956 történelmi eseményei az országot hűség városává emelték. Hogy ez miért nincs ma így hirdetve, erről nem mi tehetünk. Mi kezdettől fogva itt vagyunk minden évben, kegyelettel emlékezünk az 56-os hősök tetteire, honvédelmükre, hazaszereteteikre. És azt hiszem, nem túlzok abban sem, amikor egy csodálatos emlékművet, mely a tragikus történelem véget emeltetett lényegébe, a legméltóbb egyik 56-os emlékműnek kell elnevezni. Nem vagyok tisztában a migráció hullámok, a bevándorlásra, tehát hogy kik települtek Moson-Magyaróvárra. Feltételezem, hogy a legigazagabbak, a legdrágábbak, a legszeretettebbek, azok az idős magyar honvédők, honfitársaink, polgárok, szinte lokál patrióta város, hát az épületek stílusát meg kell nézni. Hát ez nem a kommunizmus beton dzsungeljei, mint Budapesten nagyfaluba. Hogy kik laknak ma Moson-Magyaróváron. Azt tudom,
és ez számomra sajnos szomorú megtapasztalás, hogy 1990-ben, mikor egyként lélegzett fel a magyar nemzet, 56-os szabadságharc és háború méltó megünneplésére 4-5 ezres létszámú tömeg kísérte végig a város centrumából a temetőig, a temetőből ide az AVH-s laktanya, tehát a gyilkos sortűz helyszínére az embereket, és méltósággal emlékeztek, és tavaly előtt sajnos egyre kevesebb ez a létszám. Hát egy lelkűvé tudott válni akkor a nemzet. Igen. És ez azért sokat számított. Igen. És rá fogunk térni majd azokra az eseményekre, a jelenlegi közállapotokra, ami majd visszaköszön, ugye, és sajnálatos módon megmutatja, hogy miért is érkeztünk el így a mához. Na, de nádori szövetség. Valójában mit akar ez a szövetség? Mit jelent az, hogy nádor? Mondjuk meg a kedves nézőknek, elemezzük. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, nádori szövetségről beszélünk. Ezt a nevet tulajdonképpen egyetlen egy ok indokolja, és ez egy nagyon fontos indok. Ez a magyar történelmi rang, ez a nagyon fontos poszt, amit a magyar királyság, a magyar állam történetében betöltő személyek csak akkor viseltek, akkor tudtak viselni, hogyha Magyarország szabad és független volt. Ugye ezzel már jeleztük is a gondolatiságát ennek a dolognak, hogy mi a mai jelenlegi állapotokat úgy értelmezzük, úgy gondoljuk, hogy most Magyarország nem szabad és független állam. Magyarországot egy megszállt államnak tekintjük, ami nem most következett be. Ez egy hosszú történelmi periódusnak egy állomása, de az egyik legrosszabb állomása, ami most van. És ezt kísérhetjük attól a ponttól, amikor az utolsó nádor 1849 vagy 1848-ban István Nándor ugye elvesztette a posztját, később fiatalon meghalt gyanús körülmények között, majd utána tudjuk, hogy az osztrák megszállás következett, majd a kiegyezésnek a veszélyes paktuma, amely gyakorlatilag egyet jelentett azzal, hogy a külügyi, a hadügyi és a pénzügyi poszt elvesztésével következett szükségszerűen Trianon, Trianont követte szükségszerűen a kommunista diktatúra, azt követte egy kis rövid periódus, ami a Horthy korszak volt, amelyik a magyar államiságot helyre akarta állítani, meg akarta adni annak becsületét és erősíteni akarta, és utána ismét a kommunizmus, és most jelenleg pedig a globalista megszállás alatt vagyunk. És ezt úgy tudnám befejezni ezt a gondolatot, hogy január 6-a óta a magyar állam megszűnt, amióta az IMF kölcsön szerint az egész magyar állami vagyont, a maradék állami vagyon, ami már csak a 3%-át jelentette az államnak, tulajdonképpen ez privatizációkkal, egyéb susmusságokkal eltűnt, tehát azt a maradék 3%-át, amit még állami vagyonnak neveztünk, ez el lett zálogosítva. Az IMF zálogába került a parlament, az IMF zálogába került a Szent Korona, az állami vagyon, a műkincseink jelzálog alatt vannak megterhelve, tehát január 6-a óta Magyarország nem nevezhető független szabad államnak. Még annyira se, mint amennyire előtte. Most gyakorlatilag térjünk vissza egy polgári szóra. Igen. Ki irányítja most az országot? Magyarországot ma a globalista pénzpiacok irányítják, mégpedig diktátumokkal. Miután a helyzet olyan, hogy a nemzetközi gazdasági környezet olyan szerencsétlenül társult a magyar valósághoz, ahol egy belső kifosztás, egy külső kifosztással párosult az elmúlt 20 év folyamodványában, hogy Magyarország a legrosszabb helyzetben levő államok közé van sorolva, hiszen aki nézi a tévét, olvas újságot, az tudja, hogy Amerikában a legfelsőbb szinteken foglalkoznak ezzel a válsággal. Tehát, hogyha a világ 280 államából hirtelen az Amerikai Egyesült Államok a 10 milliós Magyarországot veszi rossz példának, akkor valóban nagy bajnak kell, hogy hát legyen. Hát Ukrajnával említ bennünket Ukrajnával, és az egész közép-európai régióval egy lapon említ, de azt ne felejtsük el, és ez egy index hír, tehát ezt nem olyan portálokról választottuk ki, ami no-name, tehát az indexen megjelent, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege Magyarországon, magyar egyetemistákat toboroz tolmácsnak egy válságövezetbe. 25 olyan ország van, amit válságövezetnek kiáltottak ki, és ebből 4 közép-európai állam, köztük Magyarország az, amelyben embereket toboroz az amerikai hadsereg. Tehát így kezdődtek mindig ezek a nagy pacifikálások is, emlékezzünk rá Irakban, emlékezzünk rá Vietnámban. Tehát olyan nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került ez az ország, hogy itt egy fordulóponthoz érkeztünk. Tudjuk pontosan azt, hogy a mostani
országértékelő beszédek, a túlpolitizált országértékelő beszédek, amelyeket talán a kedves nézők nem régiben hallottak, azok nem jelentenek egyet Magyarország sorsának jobbra fordításával. Egy politikai rendszernek a kozmetikázásáról szólnak ezek a dolgok, egy olyan dologról szólnak, ami ugyanúgy a kisembert a sárba tiporja, mint hogy eddig is sárba tiporta. Ma a kisembernek a vagyona megfeleződött. A Bux Index 10.000 pont alá csökkent, ha valaki a tőzsdei dolgokkal tisztában. Ha egyáltalán volt, ami még ugye feleződjön, mert ez egy nagyon hosszú folyamatnak a... Igen, a spekuláció túlnőtt a termelő magyar államon, a termelő magyar államot megszültették, hiszen eladták a termelőeszközeit, maradt helyette a spekuláció, a tőzsdei játék, és ez a tőzsde beomlott, magával sodort a teljes magyar lakosságnak a pénzügyi hátterét. Ezért van az, hogy ma egy magyar hitelt felvállaló család 70-80 ezer forintokat fizet ki 40-50 ezer forint helyett, és ezért fog kifizetni 100 ezret, mert a magyar forint nincs megszűnt. Maradjunk még egyelőre a Nádori Szövetségnél, csak hogy értsék a kedves nézők. Tehát a függetlenséget szimbolizálja Gyuri bátyám is Nádori előtt. A függetlenséget, tehát ez a Nádor, ez nagyon kitörlődött a köztudatból. És miért? Pont ezért? A függetlenség szó miatt? Azokban dicsőségesebbnek nevezett történelmi időkben a Nádor megtiltott a királyunknak is, hogy a magyar földet eladják. Azt az utolsó arany szalmaszálat, amihez ma is ragaszkodni illene a földtulajdonos gazdáknak, ha még ilyen rétegről beszélhetünk. Tisztelet a kivételnek természetesen. A Nádor rendelkezett a honvédő erős hadsereg felett, egyben a Maradjunk még a földnél, ugye? Igen, még vissza szerettem volna térni. Fontos. Igen, a legfontosabb. Ki a föld? Hát ez az. Ez a kérdés. Nem az alkotmányban megfogalmazott tulajdonosoké a föld. Van egy ősi magyar mondás, a föld azért, aki megműveli, de itt ne álljunk meg. A magyar földet, ha királyaink sem adhatták el, akkor semmiféle messziről jött, poroslábú népség nem veheti birtokba, hiába kötöttek zsebszerződéseket, ugye, és majd 2010-ben, mikor majd fel akarják oldani ezeknek a tilalmát, akkor pecsétet nyomnának az újkori honfoglalók az ő szerződésükre, hogy véglegesítsék. Kiforgatva a magyar parasságot, aki megműveli, aki mindig egyedülit alkotott a világon a legegészségesebb terményekkel, az állattenyésztéssel, a zöldség. Hát gyakorlatilag ez az életterünk, ugye, hát egy mezőgazdasági ország, ez az, ami még van, hát nem sok mindenünk maradt, mert nem sok minden magyar. Ugye, azelőtt az őseink, az elődeink jól megfogalmazták azt, ugye, hogy ez gyakorlatilag minden talp alatnyi föld, ugye, magáé a koronáé. Pontosan erről. Magáé a koronáé. Ugye birtokolni lehet, ugye régen ott voltak a földbirtokosok, hát csinálják. Génjeinkben van a gazdáknak, hogy azon az adott földterületen milyen állatokat lehet tartani, tenyészteni, milyen agrártermékeket lehet előállítani. Ehhez nem kell ide nekünk behozni olyan embereket, akik kivágják a Szabolcsi Jonatán almásainkat, és narancsot kívánnak ott ültetni, narancsligetet, bár megeszem a narancsot téli időben, szükség esetén én is. De ezért nem kell behozni pestises disznókat máshonnan, aminek a súlya ugyan eléri a 20 kilót, vagy 40 kilót, de amikor megfőzik, akkor már 5 kiló sincs, mert a víz elpárolog belőle. A magyar gazdáknak nem kell Európai Uniós kritériumokat állítani, hogy mivel etetheti. Hát ez nem beszélve arról, ugye, hogy a magyar gazdának, meg egy külföldi gazdának, egy holland gazdának, hogyha 20 méter távolságra van a sertéstelepe, egész más jellegű kondíciók vonatkoznak, úgyhogy ezek a legszomorúbb dolgok, amit el lehet képzelni. A föld tekintetében még egy kis kiegészítés, ugye magyar föld az mindenkor a magyar Szent Korona tulajdonában volt. Ezért nevezték birtokosnak a földön gazdálkodó
embereket, mert nem változtathatták meg a funkcióját. A tulajdonos az a tulajdonosa és a funkciója adott, a magyar lakosság élelmiszerellátása. Aki birtokolta, annak ezt a funkciót nem lehetett megváltoztatni, és ami a föld alatt, a földön és a föld felett volt, ez mind a Szent Korona tulajdonában volt. Ugyanis ez, ha szakrálisan nézzük a dolgot, egyrészt teljesen érthető, hiszen egy nagyon régi történelmi hagyományunk ez, több tízezer éves. Ha pedig birtokjogilag nézzük, akkor azt jelenti, hogy nem egy emberhez kötötték, mint ahogy a vertikálisan elrendeződött angol feudalizmusban, vagy a horizontálisan elhelyezkedett francia típusú feudalizmusban, hanem felemelkedett, felmagasztosult azért, hogy egy ember ne avatkozhasson bele a magyar földnek az elidegenítésébe. Ezért aztán a magyar gazda pontosan tudta, hogy ő neki holnap, holnap után, azután is az lesz a birtokjoga, ami volt az őseinek, miközben a francia és az angol nem tudhatta, hiszen emberek döntöttek a föld sorsáról, mikor milyen háború kapcsán. A mi alkotmányunk, a magyar történelmi alkotmányunk egy rendkívül fejlett, nagyon-nagyon hosszú perióduson keresztül tapasztalatból felépült alkotmány, ami a semmi nem mérhető. Nos, ez az alkotmány fel van függesztve. Ugye, hát igen, mert mi gyakorlatilag ezt a területet, a földet is megőrzésre kaptuk. Így van. Használatra, bizomány. Nem pedig azért bizományban, nem azért, hogy elherdáljuk, de ehhez ugye alkotmány kellene módosítani, vagy pontosan. Pedig vissza kellene térni. Egy kicsit visszatérve akkor mindegy a gondolatra, tehát nem módosítani ezt az alkotmányt azért nem lehet, mert az 1949/20-as törvény az egy diktátum. Tehát ez egy kommunista megszállás alatt történő diktátum volt, amit egy parlament, amelyeket oda raktak a parlamentbe mindenféle népeket, nem tudni pontosan kiket, elfogadták. Tehát alá kellett írniuk a diktátumot, ez az 1936-os sztálini alkotmánynak az adaptációja, amit a weimári alkotmánnyal fűszereztek meg 89-ben, azzal a kis kitétellel, hogy a képviselők nem visszahívhatók és nem felelősségre vonhatók. Tehát ez a struktúra, ami itt felépült, egy dologról szólt, és azért nincs a magyar alkotmány visszaállítva, hogy ez az ország szabadon kirabolható legyen különböző sameszek által. Olyan emberek által, akik valamilyen fajta hatalomnak a megbízottjai. Semmi másról nem szól ez a dolog. Ezért tartunk itt. Ezek az emberek a magyar termelőipart leépítették a privatizáció által, meggátolták a felelősségre vonást, meggátolták az 56-os mártiroknak a kárpotlását, és erről Ekrem Kemal György sokkal többet tud róla beszélni, és eljutottunk addig a pontig, hogy ezek az emberek az egész magyar gazdaságot spekulációra helyezték rá, mint egy a véletlenszerűre. Tulajdonképpen rulettre tették Magyarországot, és ez a golyó most elgurult. És ezek az emberek nem tudnak más mondani, csak országértékelnek. Országértékelnek, és megígérnek nekünk egy bizonytalan választást valamikor, hogy mikor húzzuk be az X-et jobbra vagy balra, miközben belefulladunk a saját nyomorunkba. Tehát eljött az idő, most jött el az idő, most vagyunk azon a ponton, amikor a forint radikálisan be fog omlani, amikor megduplázódik az embereknek a banki visszafizetése, a vagyonvesztésük megsokszorozódik, tehát eljutottunk egy neuralgikus pontra. Itt a magyar társadalom, hogyha nem lép, saját magát fogja felszámolni, és pénzügyileg még egy utolsó gondolat, nem akarom másoktól a szót elvenni, pláne Ekrem Kemal Györgytől, hogy azzal, hogy Magyarország nem omlott össze pénzügyileg napokkal ezelőtt, az azért van, mert a lakosság a valuta készleteit forintba átváltotta. Ezzel feltöltötte a magyar államkasszát. Az euró, a lakosságtól beszívott euró, a gyenge forinttal próbálta megvédeni a mostani helyzetet, de ez véges. Tehát a lakosság tartalékai végesek. Most, amikor a 150 ezredik munkanélküli kerül utcára, és ennek hatására még jobban csökken a fogyasztás. És a fogyasztás csökkenése együtt jár azzal, hogy még több vállalkozás fog tönkre menni. Miközben a multik is panaszkodnak, hogy 50%-kal esik vissza a forgalmuk, akkor csak egyet tudunk gondolni, társadalmi robbanás előtt állunk. Társadalmi robbanás előtt nem győzöm hangsúlyozni. Ezt a helyzetet nem lehet kezelni országértékelő beszédekkel. Senkinek. Nincs olyan párt ma Magyarországon, amikor az elmúlt 20 év alatt ne tett volna olyan fát a tűzre, amelyik nemzet elleni bűn. És nem lesz még egy olyan párt se, akit oda fogunk emelni ugyanebben a ciklusban, ebben az alkotmány nélküli ciklusban, aki azt fogja mondani, hogy én megígérem nektek, nekünk többet ne ígérjen meg senki semmit. Elegünk volt. 40 év alatt egy generáció csömörlött meg. Van egy elveszett generáció Magyarországon. A 40 évesek generációja, aki soha nem tudta, mi ez a szabadság. Ezért nem tudja átadni a gyerekeinek a szabadság gondolatát. Egy második generáció lesz kiirtva, és mi a felelősséget nem toljuk tovább a gyerekeinkre. Ezt én garantáltam, mondom, 41 éves vagyok, azt hiszem, hogy mi is dolgunk dönteni most az ország sorsa felől. Legyünk bármilyen, bárhol, bármilyen
állapotban, bármilyen iskolai végzettséggel, bármilyen fizikai és lelki állapotban. Most eljött az idő, most kell döntenünk. Mi a Nádori Szövetségnek a célja? Igen, megdöbbentő. Ha nem pártként akar elindulni, bekerülni a parlamentbe, mi az, amit tehet ebben a periódusban a Nádori Szövetség? Magyar Nádori Szövetségnek részletes, kidolgozott programja van, mégis a jelenlegi társadalmi és politikai körülmények fontossági sorrendet állapítanak meg, illetve fontossági sorrendre kényszerítenek minket. Mi is úgy véljük, hogy ez a felelőtlen, sőt cinikus politikai megnyilvánulás nem csak a 8 millió koldus magyar társadalmát sújtja egyértelműen, hanem az egyetemes világ magyarságát is érinti. Hát ha valaki egyszer, általam ugyan nem tisztelt, de kijelentette, hogy 15 millió magyarnak vagyok a miniszterelnöke, akkor én ezt a létszámot kétségbe kell, hogy vonjam. Magyarnak lenni ugyanis nem elég megszületni az embernek, magyar nevet kapni, magyar állampolgárságot, tisztséget nyerni. Magyarnak lenni, megmaradni véleményem szerint a nehéz órákban is kell. És éppen ebben ez a pillanatban... Ez az igazi kalandvágy, hogy itthon maradni. Igen, és itt megmutatni a kritikus időkben. És éppen ez a megdöbbentő számomra, de hamar túltettem ezen a gondolatom magam én is, hogy a politikai hatalmi elit, sőt a gazdaság is, a negyedik választási ciklus után is ugyanazt teszi. Tehát irányított valóban egy háttérpolitika részéről, a globalizált pénzvilág részéről, a cionisták részéről irányított. Ezt ki kell mondani, mert ez nem vallási feledkezetekhez vagy attól függő dolog. Itt a globalizáció, a pénzvilágnak elsődleges törekvése, hogy nemzetállamokat tegyenek tönkre. Megszüntessék azokat az állami intézményeket és azok létjogosultságát, amik egy nemzetállamot működtetni tudnak. A kisember, az állampolgár, az a 8 millió koldus pedig, akinek még egy pár morzsa van a kenyértartójába, és most kezdi összesöpörni, utána egy éhséglázadásra lesz csak képes. Nos, a hatalom pont ezt várja. Ez az egymást váltó, négy évente egymást váltó, felelőtlenül politizáló gazdasági csőtöt, erkölcsi mocsárba nemzetet taszító magyar gyűlölő helytartó tanács, én így hívom őket, elkövették azt a halmozott nemzetárulást, a nemzet elleni bűnt, amit már nem lehet fokozni. Nem lehet tovább fokozni. Ők egy olyan veszélyzónába sorolták a Magyar Nádori Szövetség véleménye szerint is, ez nem csak az egyéni véleményem, az országot, ami egy polgárháborús helyzet szélén áll. Ezt elmondják a nevébe sem nemzeti médiákban a Király TV, és ne soroljam a többit, hiszen van már számtalan. A rádió csatornákon azok, akik a politikai élet karikatúrái, nem politikusok. Azzá nem válik, illetve nem válik politikussá valaki azért, mert kimegy 72-ben és Prágában a csehszlovák rendőrökkel, akkor még ugye csehszlovák rendőrökkel megpofosztatja magát a ragacsos hajú társával, és hazajön, és ő lesz egy pártnak az elnöke, és kikiáltja magát politikusnak. Talán itthon kellett volna söprögetni a magyar haza a háztája előtt először, nem kimenni külföldre. Én is kimentem. Én úgy lettem közéleti személyiség, és talán ismertem, mint azok, akik már miniszterelnökök is voltak ebben a országban, hogy tanulmányoztam lehetőségeim szerint, mi a különbség egy nyugati és keleti típusú demokratikus berendezkedési ország államrendjén. Mik a társadalmi különbségek? És akkor arra megáll, és történelmét természetesen ismernem kell elsősorban hazámnak. Hát a nádor az azért volt, hogy itt ne osztogassatok tovább odafenn, Nagyfaluban, Budapesten, az országházban,
hiszen sem erkölcsileg, sem szellemileg nem vagytok erre apostrofálva, nem jogosított fel benneteket senki. Tehát erkölcsileg azért sok minden megkérdőjelezhető. Ugye megkérdőjelezhető az, hogy a saját programjaikra a 100 lépéstől kezdve ugye simán 500 millió akkor, ugyan már közpénzből miért ne, valahogy ez úgy visszatetsző. Akkor 5,37 milliárd első körbe gépkocsi vásárlás, utána újabb 8 milliárd mobiltelefonok vásárlása. Szóval azért megvan ez a flanc. És a mai periódusban is nagyon visszatetszőnek tartom azt, ugye amikor azt mondják, hogy bizonyos státuszhoz milyen autók járnak. Hát mit lát az egyszerű köznép? Ugye azt érzékeli, ugye meg mondják, hogy státusz, meg hát ugyan már. Hát miért? Hát milyen anya szülte őket? Hát az osztrák miniszternek nem mondják, hogy státusz. Az azt mondja, hogy tömegközlekedési eszközökkel bemegy a munkahelyére. Miről nem olyan, ugyanolyan fontos személyiség? Hadd mondjak hát erre egy kicsit mondatot, egy nagyon idevágó. 1500-as Zsigulival járok, nem kívánok Audi 6-osokat. De hogy annyi indokolatlanul létrehozott intézmény, amennyit az elmúlt 20 évben hoztak létre az egymás váltó kormányok, létjogosulatlan fizetések kifizetésével, jutalmakkal, miniszteri, államtitkári miniszterek kifizetésével, jutalmazásával, és így az egész intézményrendszert fel lehetne sorolni az APEC-ig bezárólag. Hogy amikor az adófizetők pénzéből bezsebelnek vagy beszednek 2,8 milliárd forintot, azt miért nem a, majdnem kimondtam a múltat, hogy a nádornak utalják, hogy tegye be az államkincstárba. Miért osztogatnak az APEC-nál az egykori volt ávósoknak a gyermekei 1 millió, 1,5 millió forintos jutalékokat az adófizetők pénzén, a bezsebelt. Jó, hát ezt ugye le lehet fordítani most, ugye, mert nehéz gazdasági helyzet van. Normálisabb helyeken mit mondanak egy-egy ország vezetői, most megfelezzük a fizetéseket. Így van. Abban a pillanatban. Itt ugye azt se tudjuk, gyakorlatilag nem is tudjuk. Csak aki nagyon olvasott, hogy ki a szociális és egészségügyi és munkaügyi miniszter, ott pedig jutalmakat. Hát úgy, uraim és hölgyeim, hát mire fő? Erre hát miért? Kinek jár? Próbáljuk megfejteni az okot. Keressünk egy okot rá, hogy mi ott miért, más országokban miért, és itt miért nem. Talán azért, mert ott a van közintézményi rendszer, van köz. Egyáltalán a közgondolkodás is működik. Ott, ahol egy országot úgy próbálnak meg lefejezni, hogy a közgondolkodását kezdik megtiporni, ugye kommunista éra, globalista éra, megszállási időszakok, közrendvédelmet, honvédelmet, közegészségügyet, közoktatást tesznek tönkre, építenek le, azért, hogy utána ehelyett a maguk kis KFT-t rakják be különböző kis sarkokba, és akkor ezek majd már nem a költségvetést terhelik, hanem valami fajta büdzsét, ami mérhetően nem jelenik meg. Hát erre mondhatják, a fizetések országa vagyunk. Ez fölér egy gyűlöletbeszéd, de... A tripla fizetések országává váltunk, de közpénzekből, és ez a közpénz... Hát ez világos, ugye, mert jókat nevettünk rajta, hogy miért kerül nekünk háromszor annyiba 1 kilométer autópálya, mint ezért, mondjuk a horvátoknál hegyen, völgyön, árkon, vizen keresztül. Ezért. Miért? Azért, mert 1 liter tej, amikor a termelőtől lejut a fogyasztóig, 17 emberen keresztül jut el. 17 ember van, aki lecsípi a maga kis adagját belőle. Budapesten egy nagyvárost mondok, egy világvárost mondok, világvárosnak nevezett központot mondok, ahol kedden délben dugó van. Nem azért van dugó, mert az emberek dolgozni mennek. Prágában nincs dugó, ott dolgoznak az emberek. Itt azért van dugó, mert mindenki a csomagtartójába viszi a kis putyerkáját a következő sarokig, és ott átadja egy másik csomagtartóba, mire eljut oda, ahova valóban kell. A spekuláció kicsibe így néz ki. A nagyok, akik az offshore-t csinálták, az offshore vállalkozásaikat az elrabolt állami vagyonból, és most elbukták a 3/4-ét, mert ugye a tőzsdén a szerencsejátékon nekik is elment, kapkodnak a fejükhöz. Azért vannak tripla fizetések Magyarországon, mert az mi általunk
kizsigerelt adófizetőktől nem, hogy a pénzt vonják el, hanem az életüket vonják el, úgyhogy megterhelik az országot adókkal. Hát már nem is lehet ezt fokozni egyébként, igen. Mert ékes példa, ugye, ami már publikus nyilvánosságra került, 5 milliárdos adótartozás, aha. Ugye ez nem bűncselekmény, a rendőrség nem nyomozhat, az APEC-nak nincs olyan hatásköre, jogköre. Hát kérem, akkor itt valami hiba van. Talán rosszak a törvényeink, mert ki hozza ezeket a törvényeket? Akkor most kire szavazzunk? Szerkesztő, nagyon érdekes kérdést tett fel. Nagyon érdekes kérdést tett fel. Mondok egy példát. A példákból általában az ember megérti, hogy körülbelül merre tart a dolog. Van egy 3 éves cég, amelynek külkereskedelmi jogosítványai vannak. Van egy ember, aki ezeket a jogosítványokat nem tudja megszerezni, nem adják meg neki, mert bűnöző. Ezért fog egy kis pénzt, vagy hitelt, és ezt a céget megvásárolja. És ez a cég hitelképes és külkereskedelmi jogokkal rendelkezik. És most helyettesítsük be a magyar államot. A magyar államot egy ugyanilyen kis szűk kerti egyszerűen felvásárolta, bekebelezte, és az állami jogokat kihasználva hiteleket vesz fel a saját zsebére. És ezért tartunk itt. Miközben 300 milliárd dollár nőtt az államadóság, nem csak az államadóság, ugye kedves nézők, ne érezzék azt, hogy vakmerőt mondtam, tehát a lakosság adóssága, a vállalkozók adóság és az államadóság összesen 300 milliárd dollárra nőtt, az 1989-es 22 milliárddal szemben. Ugyanakkor az adó, a befizetett adó nem elégséges arra, hogy az emberre, hogy kifizessék a kamatait ennek. Pontosan. Tehát ez az, a baj. Azt még a lakosság nem érzi. Mi az, hogy nőtt? Mi az, hogy ennyi? De ezt nekünk kell kifizetni. Bizony, így van. Ki fogja kifizetni? Hát milyen örökséget adunk egyáltalán az utódainkra? A Nádori Szövetség programjában benne van, hogy lehet ezt megoldani. Györi adjunk bácsi. Választ igen. A szerkesztői kérdésre, hogy akkor kire szavazzunk? Egy mondat. A magyar szegény embernek is egy gyermekeire. Azokra, akik nem a hatalomért kívántak az ország élére állni, nem a búsás miniszteri vagy miniszterelnöki fizetésekért és államtitkári fizetésekért, akik önzetlenül honvédelemből, magyarság tudatból szerettek volna egy népjóléti Magyarországot megteremteni. Amikor elkezdődnek a választások, ígéret, halmaz, dömping, amikor oda kerülnek, most a legutolsó kormány, ugye több mint 600 reform pontos törekvése van, ugye amit itt etettek velünk, hogy ez hol tart, ebbe ne menjünk bele, mert szerintem azok se tudják, akik ott ülnek. Nem, innen folytassuk még egy kicsit. Nagyon érdemes meg. Tehát polgárháborús helyzetet teremtett az egymást váltó 20 év alatt 4 évente váltó kormány. Pártok és az ellenzéknek se kisebb a felelőssége. Az elsődleges cél feladat a Magyar Nádori Szövetségnek, hogy ezt a cigány-magyar ellenes mesterségesen szított, mert véleményem szerint ez a parlamentben lévők kezdeményezésére történt, és történik minden. A magyarországi cigányságot a magyar nemzeti többség ellen kívánják uszítani. Itt egy polgárháborút kívánnak kirobbantani, amit utána ők kontrollálva, kezelve, behívott zsoldosokkal, terrorista jelzőkkel majd lekívánnak verni. Tehát akik ebben részt vesznek, ebbe a polgárháborúba, azokat terroristának fogják megbélyegezni, és le fogják fegyveresen verni. Ott el fognak tűnni a palettáról azok a hiteles honvédők, akik 20. éve háttérbe szorítva, sem média támogatást nem élvezve, harmadrangú állampolgárként tevékenykednek, vagy élnek a maguk kis műhelyébe. Erre megy ki a játék, ez az igazság. Ezt meg kell akadályozni. Meg kell akadályozni, mert akkor, mikor egy politikai rendezvényre, fórumra eljutunk, akkor ott hallunk olyan felszólalásokat is, amit a televízió nézők éppen nem látnak. Hogy én rasszista vagyok, én nacionalista vagyok, én antiszemita vagyok. Hát amikor én oda eljutok, akkor az a kitaposott 56-osok által a kivégzettek, a hősök, az elesettek általi ösvény,
az, ami engem ellenállásra késztet. Hát én nem vagyok rasszista, én nem vagyok antiszemita, és ne legyenek a cigányok se a magyarság ellen, se rasszisták, se antiszemiták, hanem gondoljanak arra, hogy 1956-ban a kivégzettek között, mikor édesapámat, Ekrem Kemál villamosmérnököt a Bitófa alá vitték, nem egyedül vitték, egy cigány származású rusznyák László nevű bányásszal. És egy Laurinyec András nevezetű egyetemi hallgatóval. Egy Bán Róbert nevű zsidó származású igaz magyar hazafival. Hát magyarországi cigányok, ne a hatalmon lévőkre hallgassatok, ne azokra a cigányvezetőkre, akik ellopják nap mint nap a pénzeteket, ami szóval, az integrációra lett szóval, volna fordítva. Így gyakorlatilag tiszta vizet kellene önteni a pohárba, és tényleg az alapoktól elindulni. Tehát új gondolatok kellenek itt a jövőnek, mert a demokrácia degeneráltsága elleni szólás az felér a mai napig egy ellenségképpel. Tehát aki nem áll ki a sor, be a sorba, az rögtön meg van bélyegezve, címkézve, és az marad meg a választóknak a szemében, a fejében. Demokrácia, jogállam, ki a rasszista? Média törvény. Sajátosan? Hát mindig a létező éppen aktuális hatalmi elitnek a játékszere. A demokrácia üveg golyója, hogy Tatár József elmondta, ide-oda gurigatják 4 évente, és oda be se kerülhet egy hiteles ember. Igen, szóval nagyon szomorú dolgok ezek, és válságkezelés. Ugye, hogy kívülről kaptuk ezt. Ugye, hát, kérem, mi ártatlanok vagyunk, meg hát ugyan már, hát mi küzdünk ez ellen. Na de, mi történt volna, ha történetesen 16 éve bevezetnek egy államháztartási reformot? Mert a józanabbak már akkor is tudták, hogy ez az osztogatás, ez csak ideig, óráig megy. Pontosan így van, és a szerkesztőrnek a kérdésére ugye vissza kell utalnunk, hogy mi lesz ezután, tehát hogy lesz a következő választásnál, hiszen most visszamentünk, hogy miért nem volt 16 évvel ezelőtt ez, miért nem volt ez, és miért nem voltam az, és miért nem lesz a legközelebbi választás után sem, hogyha nem lépünk. Tehát mi a következő megoldás? Mert ugye most elhangzottak bizonyos dolgok, kedves nézők azok most megijedtek, és azt gondolják, hogy panaszkodunk. Holott ez van még erre csak meg... a válság először. Így van. Akkor hogy kell kezelni? A Nádori Szövetségnek van programja, mint hogy a Rendszerváltó Fórum is tudja, milyen elképzelések szerint kéne kezelni a dolgokat. Néhány gondolat. Ezt tudjuk azt, hogy ha kezdjük a bankokkal, pénzügyi dolgokkal, és utána gyorsan folytassuk egy pár olyan dologgal, hogy közérthető legyen. Tehát ma Magyarországon, ha valaki bankot akar alakítani, akkor a 2%-át kell betenni annak a pénznek, amelynek a 98%-át csak úgy kiadhatja. Ezt nevezik banki alaptőkének. Ha valaki kezelni akarja a válságot, akkor egy nagyon rövid gondolat, ezt a banki alaptőkét a igazi patrióta államnak fel kell emelni 50%-ra, ezt az 50%-ot az új állampapírjaiba kell befektetni, és ebből a pénzből egyszerű papírmunkával az adósságállomány nagy részét meg lehet szüntetni. Ez egy 3 hetes dolog, körülbelül 3 hét alatt el lehet rendezni ezt az adósságot, mint ahogy ezt nem én találtam ki, hanem komoly Nobel-díjas közgazdászok javaslatára Argentinában és Venezuelában ezt megpróbálták és meg is tették. Tehát volt egy válságkezelés egyszer. Utána Amerikában megcsinálták? Megcsinálták. Egyszerű fiskális és papírmunkával el lehet rendezni az adósságot állami szinten. Ha tovább lépünk annál, hogy mi lesz a kis emberekkel, ha elfogy a vagyonuk, ha elfogy a lakásuk, ha elfogy a pénzük, mit javasol nekik akár a Rendszerváltó Fórum, akár a Nádori Szövetség tapasztalata, hiszen 20 éve, mint Ekrem Kemál György, vagy több évtizede küzdenek ez ellen a rendszer, tehát a rendszer, önmagában a rendszer ellen, amelynek a végkifejletét éljük meg most, amit már előre tudtak és tudtunk. Én azt mondom, az egyszerű embernek, akinek a pénze és a vagyon elúszik, figyeljen a létfenntartási funkciókra, tehát legyen neki olyan struktúrája, amiben el tudja látni a hétköznapi dolgait. Mi a Rendszerváltó Fórum, illetve a Nádori Szövetségben a következőt képzeltük el. Helyi piaci rendszereket hoztunk létre, kísérleti jelleggel működnek, mint ahogy Budapesten, Újpesten ragyogóan. Helyi önvédelmi rendszereket, amelyek a polgárőrség mellett nem csak a polgárok biztonságát, hanem a nemzeti identitását is hivatott védeni. Ennek egy része a Székely Magyar Nemzetőrség, illetve a Nemzeti Őrség és kisebb olyan csoportosulások, amelyeknek az a feladat, hogy megvédjék az identitást, de fizikailag is az embereket.
aztán... Magyarul a rendet fenntartsák. Így van. Energetikai rendszereket, olyan energetikai rendszereket kell létrehozni, amelyek a nagy hálózatról való leválláskor is működnek. Hiszen tudjuk, hogy a víz, a gáz, a villany csak addig van központosítottan, ameddig fizetik. Tehát ezek, hogyha úgy lesz és nem fizetik, óriási bajok lesznek. Ezért kellenek olyan rendszerek és módok, amiket kidolgoztunk, és kísérleti módon már működnek. Tehát ez egy alternatív fundamentum, egy olyan fundamentum... Külföldi példák vannak már esetleg erre vonatkozóan. Természetesen a helyi pénzek bevezetését, természetesen... Így, például. Egyet. Egyet mondok Magdeburgba. De Magdeburg. Mondok még egyet. New Orleans. Ami miatt sokan nem tudják, hogy New Orleansban miért települt vissza az emberek a nagy hurikán után, vagy a hatalmas nagy kár után, azért, mert ott a 30%-a a jövedelmüknek helyi pénzen keresztül jött létre. Magyarán mondva, New Orleansban levő boltosok, termelők egymás közben nyitották le az üzleteiket egy helyi jel segítségével, amit pénznek neveztek, és ez 5000 helyen van így a világban. Magyarországon a 2004/30-as törvény alapján ez lehetséges. Családokról beszéltünk, ne ugráljunk annyira, maradjunk még itt. Maradjunk. Mi van akkor, munkanélkülévé válik? Sírás, zokogás otthon. Amíg egy családban ez nem történik meg, addig nem is tudja az a család, hogy mit jelent az, hogy egy kereső kiesett. Összeomlott és bukott a mutatvány. Ott a gyerek cipő kell, iskolába pénz kell, fizetni nem tudom, ott a villany, víz kikapcsolják. Mit csinálok? Mit tett a kormány ennek érdekébe? Semmit nem tett. Van egy csődbiztos, vagy valaki, aki egyáltalán. A lakástörlesztés. Igen. Mit mondtunk? Igen. Ebben a televízióban is már számtalanszor elhangzott, hogy a fiatalok az első pillanatban aláírták a saját halálos ítéletüket. Igen. Ki az, aki 20 éven keresztül tudja fizetni a 60-70-80 ezer forintos havi törlesztést? Nem lehet beteg, munkahelyének folyamatosan letni kell. Nem tanulunk, soha nem tanulunk, nem tanulunk a jobbaktól. Németország, 3 gyereket nevelnek föl, bérlakások, bérlakásprogram. Miért? Nevetve, nyaralnak, kirándulnak és élnek. Működik az állam. Működik. Működik az állam, így van. Ami nekünk már nincs. Egyszerű magyar ember úgy fogalmaz, hogy a politikai elit hozza és gerjeszti létre ezt a káoszt, ami most van. Mi a céljuk a fiatalságban? Hát 1956-ban ezt már egyszer eljátszották. A gramofonra feltették azt a lemezt, hogy el kell üldözni azt a szellemi tőkét, azt a kétkezi alkotó magyar embert ebből az országból, aki a világon az elsőt tudja alkodni. Szellemben is és kétkezével is. Most újabb kivándorlási hullámot akarnak előidézni? Hát Tatár József elmondta, a 3 generáció felnövése után 2 generáció teljesen öntudat nélküli, nemzettudata abszolút nem rendelkező, értéktelen társadalmi réteg. Tisztelet a kivétel. Igen, ez el akarják üldözni, ugye? Hát mondta üldözni. Itt a nagyfőnök, hogy akinek nem tetszik, igen, el lehet menni. És minek? De miért nem mutat jó példát? Így van, menjen ő el. Miért nem mutat jó példát? Tudjuk, hogy ez a finomabb megoldás volt, mert ugyanakkor Kunce Gábor azt mondta, hogy az szedjen ciánt, aki nem akar elmenni. Ugye ez öröm a médiában. Igen, mert lehet róla csámcsogni. A helyzet az az, hogy én továbbra is azt kell, hogy mondjam. Ha itt ez a rendszer továbbra is tulajdonképpen a lakosságnak a gyávasága miatt tartja fel, a gyávaságot tartja fel a félelem, mert addig generálták a félelmet a jövőtől, míg ez a félő jövő, ez eljött, ez itt van. És akkor az ember, amikor azt mondja, hogy hát most már csak a félelmem maradt. Itt a hozzá nem értés, a késlekedés, a szakértelem hiánya, minden. Ez mind-mind oda vezetett, hogy ez a világgazdasági válság egy gyengülő, egy beteg magyar gazdaságot, amennyiben még magyarul beszélhetünk, ért. Na most itt még visszatérek arra, hogy egy kicsit, hogy látják ezeket a dolgokat, hogy látjátok, hogy ugye itt a cigány-magyar ellentétről az előbb már volt szó, de én még látok egy nagy problémát, a generációs ellentétet, hogy a fiatalokat, ugye itt van a nyugdíjkorhatár kitolása. A parlamentben azért betolnák ám egy-két képviselőt egy évre, vagy egy pár hétre bizonyos cégekhez. Hát lehet, hogy ott cserélnének pelenkát. A fiatalok pedig 30 éves korban az utcán tengenek, lengenek, se jövőkép, se család, se Istenem, se hazám. Hogy van ez? Így van, szerkesztő úr. Megvan a megoldás is egyben kézenfekvő. Valóban a értéktelenné váló társadalmi és a társadalmi rétegek közti, az ifjabbak közti különbség.
hogy el lehet menni innen, ne itthon alkos. Ne védd a hazádat, ne légy magyar, mi legyél? VIP partiknak a rózsadombi aranyifjai ugye lemennek, átmulatnak orgiás éjszakákat. Ugyanakkor a másik oldalon a 8 millió koldus társadalmát alkotók, ugye a angyalföldi, újpesti, kispesti lakótelepek munkanélkülivé vált szülőknek gyermekei. Nem, hogy a kemény droghoz nem jut hozzá, hála Istennek mondom én, hanem a lágyabbakat se tudja megvenni. És ha hozzájut, ezért dolgozik. Hát ez legyen az élet célja, hogy 16 évesen összeaszalódva majd belökék egy gödörbe, mert eltemetni nem tudja a szülő, mert nincs rá pénze. Hogy bűnbandákba szerveződve, hogy a 14 évét betöltve, vagy születésétől kezdve adoptálva egy állami intézetbe nevelkedjen, ahol a bűnt tanulja meg. Egy szakma kíséretével, mert nem a szakmába fog dolgozni. Itt ez a generációs váltás, ez a óriási szakadék, mert megtörtént 56 után. Igen, nem tudta elmesélni az édesapa a gyermekének, vagy nem is akarta, meg közömbös volt, mert el volt foglalva azzal, hogy nap 24 óráját robotolni kellett azért, hogy meglegyen a családnak a betevő falatja. De most, ha már munkanélkülivé vált, utólag is el lehet mondani, hogy fiam, ne menj le abba a közösségbe, mert én nem fogom a börtönt látogatni, vagy a börtönbe téged látogatni. Kineveli a gyereket. Kineveli a gyereket. Milyen utca, példák vannak az előtte? Utca. Milyen példák? Nos, a Rózsadomb és Vábhegy benépesítői, és azok aranyifjai nagyon jól tudják, hogy ez az ő életük. A forint, euró, dollár, milliók, a kábítószer, az alkohol, a cigaretta, fekete kereskedelemből micsoda jövedelmeket hoznak a számukra. És mint egy eszköz, egy tárgy, a proli negyedek, ugye a beton dzsungeleknek a proli gyerekei mennek oda, könyörögnek. Kérem szépen, ma Magyarország az öngyilkosok társadalma, ki kell mondanunk. Amikor 2006 óta 13.657 magyar állampolgár, ebbe benne vannak a gazdáktól kezdve állásukat elvesztett fiatalok, kilátástalan jövőjű, munkanélküliek, hajléktalanok is. A padlás feljárót válasszák, hogy oda fölakasszák magukat, akkor hol van már a magyar virtus? Hát sajnos olyan is volt, aki gyerekestől ugrott ki az erkély ablak ajtó. Hát a Magyar Nádori Szövetség vissza fogja hozni azt a tett szerűséget, ami a magyar virtust fogja jelenteni. És ismét aktívá válunk, mert pont ez hiányzik. Hát két generáció van, az idősek, mi adjuk a szellemi tőkét. Mikor fiatalok voltunk, akkor cselekedtünk. Most is azt kérdezik tőlünk egy-egy több ezres fórumunkon, hogy mi a jövő, mi a program, mi a te. Ti fogtok cselekedni, de csak józanul. Csak józanul. Nemzet érdekében, honvédelemből, hazaszeretetből, mert ez a haza a magyar nemzeté. Magyar embernek csak magyar ember szabhat törvényeket. És nem eladó. Nem eladó ez a haza. És ne adják el az utolsó arany szalmaszálat bagatel összegekért. Tehát gyakorlatilag én, ahogy most kihallom a földet, tehát egy erős állam létrehozása még az unión belül is szükséges, stratégiai dolgok, azok. Az állam kezdve. Valahogy rosszul lett megálmodva ez az egész, és nagyon misztifikáltuk a külföldi. Ez egy irányított álom volt, ezt a külföld szerette volna, hogy így álmodjuk, és mi megálmodtuk így. A hiteleket megálmodtuk a nagy autókat. Ez egy nagyon rossz állam volt. Ez egy rémálom volt. És hogy a Gyuri bátyámnak a előző mondani valójára visszatérjek, hát mi nem csak a tanácsokat osztogatjuk, hanem ott is vagyunk. Nem, hogy oda, hogy tanácsokat fogunk mondani, és azt mondjuk, hogy emberek előre. Nem, utána. Nádori Szövetség nem akar pártként indulni. Mit akar? A Nádori Szövetség egyet szeretne elérni, ez ami a legfontosabb. De a polgár hol érje? A polgár, csak a polgárokért, az itt levő szegény emberekért, az itt levő elnyomorított emberekért tesz, és senki, semmilyen olyan dolog nem érdekli, amelyek most megszokottak, ezért a kedves nézőknek én egy pár érdekes gondolatot fogok most elmondani. Ma a magyar társadalom túlpolitizálódott. Ha valaki azt gondolja, hogy ott képviseli valaki, akkor pártokba gondolkodva azt mondja, hogy négy évente egyszer melyik kockába húzza be az X-et. Miközben teljesen visszavonul mindenfajta megméretetéstől, és a sárga csekeket lebegtetve sír, mert nem tudja befizetni.
A Magyar Nádori Szövetségnek az egyetlen és a legfontosabb feladata, alapfeladata, hogy egy civil, alulról építkező fundamentumot építsen az elkövetkező állam számára. Ez egy magyar államról van. Itt most magyar államról van szó. Nem egy megszállt államról, hanem egy független, szabad magyar állam fundamentumát a tetrekész, erős magyar polgár támogassa meg, avval a gondolatisággal, a helyi önvédelmi rendszereivel, a helyi piaci rendszereivel, a helyi pénzügyi rendszereivel, az egész szellemi műhelyével, a 20 év ellenállásával és példamutatásával, amit Ekrem Kemal György, illetve édesapja szimbolizálhat, szinte szimbólumként, és azt mondom, hogy ez az állam létre fog jönni. Azért fog létrejönni, mert ez, ami most van, ez nem állam. Ez egy olyan földarab, amit be kell népesítenünk újra magyar emberként. A Szent Korona nevében és a Szent Korona alkotmányával, a történelmi jogfolytonosságunkat figyelembe véve egy nagyon modern és erős államot kell létrehoznunk, mint hogy Kossuth Lajos is azt csinálta, hogy amikor a Rothschild bankház, a bécsi Rothschildek azt mondták, hogy jó, lehettek független szabadok, de 12 millió koronát vegyetek fel tőlünk. Akkor Kossuth azt mondta, majd kiadok én pénzt. Azt mondta a Rothschild bankház, az összes aranyat ki az országból, ki is vitték. És akkor Kossuth Lajos azt mondta, egy valutát nem tudtok kivenni, és az a hazaszeretet. És két hónap múlva fegyverbe volt a magyar honvéd. Fel volt öltözve huszárok, lovak, kardok. Ahhoz voltak. Kellett egy Kossuth Lajos. Kossuth és Lajos. Még van egy pár név a tarsolyamban. Így van, szerkesztő. Mindannyiunkéba. De ma látunk-e ilyet? A magyar nemzetnek szüksége van újkori hétvezérekre. Szerkesztő úr nagyon jól fogalmazott, egy vezér akkor volt, most nem elég. Nem elég ebbe a letaposottságba lévő, morális válságba lévő országnak. Egy kicsit modernebb korba hozom vissza, amikor az Európai Unió ugye megalakult és nemzetállamok alapították lényegében, gazdag nemzetállamok. Utána mi tagjai lettünk, akkor sem mondtuk azt, hogy mi őrizzük a bölcsek kövét. Ám mégis láttuk, hogy egy álló vizen úszó papírhajóról van szó, amit a globalizált pénzvilág, a pénzoligarchia irányít a háttérből. És most elérkezünk oda, hogy a két nemzetállam, Franciaország és Németország ki akar ugrani ebből a közösségből, miközben most alig tegnap lettünk tagjai a többi egykori kommunista csatlós állammal. Természetesen az Európai Unió háttérpolitikájának, illetve a globalizált pénzvilágnak nem érdeke. Azaz érdeke, nem érdeke, hogy itten nemzetállamok létesüljenek újra, amit már tönkretettek azt is, hanem egyszerűen az, hogy a maradékot is kipréselni, bérrabszolga államokat fognak kreálni. Tehát követendő példa, utána mi hova ugrunk ki? Hiszen olyan sarcot fizet a magyar nemzet ezer helyre. A legújabb adókkal a hatalmi elit, az egymást váltó hatalmi elit folyton minden napra kitalál valamit a magyar szegény embernek, hogy még ezt a bőrt is lehúzzuk rólad. Hogy a nadrág szűjön még három lukat, holott már a zárnak vége van. Szóval igen, hát szóval ezek nagyon szomorú dolgok, hogy egyöntetű szavazás mindig akkor van, amikor a saját fizetésüket kell megállapítani. A magyar nádor akkor nagyon egyet tudnak érteni, és igen, ez borzasztó szomorú, hogy semmiféle önkontrollt nem tanúsítanak ezen a téren, sőt, ezek a számla nélküli elszámolások, ugye, ami itt igen. Évtizedeken keresztül működött. Hát a magyar ez nagyon borzasztó szövetség. Visszatetsző, igen. És közben nekünk mondják, hogy hogy kellene élni, meg hogy túl jól élünk. Persze. Hát ez most, hát ugye, már nem igaz. Igen, a népképviseletről van egy szó, alapvetően a népképviseletről. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy piros gomb, zöld gomb, és listán kapja meg, hogy mire kell szavazni, és alig várja az ebédidőt, az nem népképviselő, hanem pártkatona. Tehát itt, amikor egy sóhivatallá válik a magyar parlament, amik felülről kapja az ukázt, hogy mire kell szavazni és mit nem, ahol úgy kapják meg a lisszaboni szerződést, amely Magyarországnak a gyarmati státuszát hivatott ratifikálni, hogy nincs lefordítva, és csak azt mondják nekik, hogy négyes szavazás zöld gomb, akkor valahol nem működik való ez a rendszer. Így van. Hát igen, igen. Szóval először vagyok én, aztán a párt, de hol a választó? Hát hol a választó? Hát hol a választó? Legutoljára sem. Na most itt a csőd helyzetről. Magyarország milyen állapotban van most jelen pillanatban? Jelen pillanatban? Hát, csőd. Csődről, hogy... Az államcsőd, ki volt? Októberben kijelentették szűk zárt ajtók között az államcsődöt. Az IMF ekkor biztosította 25 milliárd eurót arra, hogy ezt a dolgot ki tudják tolni addig, ameddig el nem tudják zálogosítani a még meglevő vagyon. Tehát gyakorlatilag ebből fizeti a magyar állam a
kamatokat. Gyakorlatilag azért kapta meg ezt a pénzt, ezt a 25 milliárd dollárt. Hitereit törleszteni tudja. Nem csak azért, hanem hogy ki tudják az utolsó magyar vagyont is szívni az államból. Ez csak időnyerés volt, ez az 5 hónap. Az államcsőd bejelentése az bármelyik pillanatban várható. Az államot nem tudja finanszírozni, nincsenek bevételei. A beszedett adók nagyobbak, mint a törleszteni levő összeg kamata. Tehát már nem tudják törleszteni. Amikor ez a helyzet áll elő, akkor egyet tud csinálni az adott társadalom, letarolja porig az országot, letarolja, és hogyha olyan megszállja, tehát katonákat hozod és megszállja, ugyanis a vagyonát felügyelni kell, ki felügyeli a megszerzett vagyont valahol, ha nincs olyan erő, amelyik ezt biztosítani tudja, vagy pedig letarolja és ott hagyja, és azt mondja, hogy akkor most káosz. És az emberek, mint Afrikában, tuszik és hutuk, ugye, cigányok és magyarok egymásnak rontanak, és azért, hogy enni tudjanak, újakat, füleket gyűjtenek, mint Afrikában. Ez egy rémkép, de ez történt. Tehát azért volt annyi temetetlen holtest Afrikában, mert kiment az ember, aki fizetett, és megszámolt, hogy igazat mondotta az ember. És akkor adta oda a pénzét, abból a gyerekeinek enni adott. Egy őskáosz kialakítása a bizonyos társadalomban, az afrikai társadalmak ezt szenvedték meg, nem tudták követni a kihívást a zöld forradalomban. Annyit fogyasztottak, amennyit termeltek folyamatosan, és amikor a termelés visszaesett és segélyre helyezték Afrikát, akkor ez a segélyrendszer beomlott, és az afrikaiak ott tartanak, ahol tartanak most. Nálunk Közép-Európában ugyanez a helyzet, ugyanez volt a recept. Beomlasztották a rendszert, eladósították, kifosztották, beomlasztották, polgárháborút gerjesztenek, és övék a pálya, övék a nyersanyagkincs, övék a víz. A világ legértékesebb dolga, amikor jön a szárazság és a klímaváltás, mire van szükség? Kőolajra, vízre. Hidrobontású erőművek épülnek. Hát nem véletlenül azon gondolkodnak, hogy ezt is el kellene adni, ugye, már ez még van. Mondok egy nagyon rossz hírt. Magyarország vizeit az IMF döntés után, január 6-án felparcellázták folyamkilométerekre keresztbe, és hosszába is csíkokra. Felparcellázták. Hát stratégiai fegyver lesz ez a közeljövőben. Abszolút, a víz stratégiai fegyver. Döbbenetes mélypont, meddig húzzuk még? Hát, ameddig hagyjuk, hogy a félelmeink rajtunk eluralkodjanak. Én nagyon bízom benne, hogy napok kérdése. Én nagyon bízom benne. Nagyon bízom benne, hogy napokon belül dönt a magyar nép arról, hogy elege van. Döbbenetes szavak ezek, de ide valamilyen úton módon el kellett jutni. Ugye újabb hitelt nem kaptunk Brüsszelbe, elfordultak tőlünk a közép-európai államok is. Azt tudjuk, hogy az államkötvényeket nem vásárolja senki. Az lotyi jobban áll, mint a forint, ugye ott megmozdult valami, ott megint jobban tudnak valamit, mint a magyarok. Ezek borzasztó szomorú dolgok. Csak amennyiben ugye ez a válságkezelési válság, ez nincs nemzetstratégiánk. Tehát ha itt nem tudunk megállapodni, akkor hogyan tovább? A legelső, legfontosabb dolog az, és aztán átadom a szót Gyuri bátyámnak, én meglátásom szerint az, hogy az az anomália felszakadjon, ami azt jelenti, hogy a vidék azért nem termel, mert nem éri meg neki, és a városi lakosok az éhehalás küszöbén vannak. Magyarországon egymásra kell találni a városnak és a falunak, egy zárt gazdasági környezetet kell kialakítani, mert azon belül működik, egy mi általunk megalapított ilyen segítségével, amit most forintnak neveznek, bár nem a miénk, ki kell alakítanunk azt a struktúrát, hogy a cserekkereskedelem, persze természetesen a jel az pénzt jelent, és nem az, hogy csizmáért kiló kenyeret kapok. Ki kell alakítani egy válságos, válsághelyzetre való választ azzal, hogy a kereskedelem Magyarországon belindul, a parasztgazda termeljen, a fogyasztó, a városember fogyasszon, és a tudását adja vissza a parasztgazdának, ahogy ez volt mindig is. Ne úgy legyen, hogy a városi lakos spekulál, és pejoratív értelemben leparasztozza a gazdát, miközben a gazda azt mondja, hogy a bunkó pesti. Hanem össze kell találkozni ezeknek az érdekeknek. Igen, ennek csak most van pejoratív értelme, mert ugye régen ez ennek. Hát végtelenül boldog vagyok, hogy az ifjabb generációt képviselő Tatár József mennyire tisztán látja nem csak az össztársadalmi helyzetet, hanem hogy így a generáció közti különbséget. Valóban, amikor eljutunk egy-egy településre vagy nagyobb városba, és több száz kilométert autózva, és utána sétálva keresztül a falun, a döbben csend, sehol egy kakas kukorékolás, temetői csend, sehol egy disznóröfögés, sehol egy szürke marha, vagy tarka magyar marha bőgése nem hallatszik. Ellenben látok egy idős házaspárt, hogy a kuktájával csörömpölve megy az ebédért
a falu iskolájának a konyhájára. Hát nem ez a magyar élet. Hát drága fiatal barátaink, magyar gazdáknak a gyermekei, hát ne a drogterjesztésből akarjatok megélni, ne az alkohol, a cigaretta terjesztésből akarjatok megélni, mint a bűnbandák, hanem térjetek vissza az ősi magyar foglalkozáshoz, hogy legalább egy magyar családba legyen, aki viszi tovább azt a tradicionális örökséget, a földművelést, az állattenyésztést, ami az első a világon. Szeressétek ismét meg azt a vidéki, a paraszti munkát, hiszen ti érzitek a föld szagát, nem a messziről jöttek, a magyar föld szagát, aki érzi, az megműveli. Az olyan állít elő, ami a világon az első. Ne a bűnből akarjatok megélni. És akkor felépül újra egy nemzetállam. Mert a hatalmon lévőknek az a szándéka, hogy végleg elvesszen. Üressé tegyék ezt az országot. Mindig baloldali értékekre hivatkoznak az úgymond szocialisták, bár én meggyőződve hittel vallom, hogy a kommunizmus... Néha Fidesz is balról előz. Nem kívánok minősíteni itten különböző jelzőkkel pártokat, nem tisztem, de tehetném. Azonban az biztos, hogyha a magyar szegény ember legkisebb gyermeke kerül oda, aki fedhetetlen, tiszta múltú, és nem fog hazudni, nem fog a húsos fazékba turkálni, amiből már a rozsdát is ezek a csibészek kimarkolták, hanem építeni fog, nevelni fog. Hát fertőzetlen lelkeknél, a ma született gyermekeknél kell kezdeni, az óvodásoknál, a hiteles történelem oktatását. Hát nem csak Wittner Máriának kell elmenni az országba, hát hívjatok minket, el fogjuk mondani 56 hiteles történelmét. El fogjuk mondani nektek a magyar nemzet történelmét, ami kötelez minket. Hogy ahogy Tatár József mondta, és a szerkesztő úr, hát mi bizományba kaptuk ezt az országot, fiatal magyar barátaim. Az összes nemzetiséget is felsorolhatnám. Együtt alkotunk, együtt teszünk, együtt védjük ezt a hont, azért, hogy ismét egy népjóléti Magyarország legyen. Hát a magyarok Isten a legfelsőbb lélek adja, hogy így legyen. Nem túl könnyű kérdések ezek. Én bízok benne, hogy előbb-utóbb találkozunk, és újabb fejleményekről tudtok beszámolni, mert szerintem nagyon érdekelni fogja a kedves nézőket, hogy ezeket a gondolatokat hogy is lehet valójában apró pénzre váltani, mert a hétköznapok, a jövőnk, az nekünk nem 2010-be, 2016-ba, meg ilyen-olyan dátumoknál kezdődik, hanem már holnap. És az, hogy mi lesz két hét múlva, egy hónap múlva, arról szerintem nagyon sok-sok embernek a mai viszonyok és körülmények között még fogalma sincs. És amikor ugye arról beszélünk, hogy majd ekkor ezt vezetjük be, akkor meg azt vezetjük be, ez politikai felelőtlenség, és épesző ember ilyet nem tesz. Tehát előre borítékolva feszültségeket gerjeszt, rágjuk azt a csontot, és ne azzal foglalkozzunk, ne a mai magyar valósággal. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy a kedves nézők nevébe is, hogy megosztottátok a gondolatokat, és visszavárunk benneteket, hogy egy kicsit folytatni tudjuk ezt a beszélgetést. Köszönjük a meghívást, és március idusán azzal a mondattal búcsúzom önöktől. Szebb jövőt a magyar nemzetnek, és kitartást önöknek, kedves televízió nézők. Ezt csak megköszönni tudjuk, azt hiszem, hogy a kedves nézők nevében is. Tehát teret a jövőnek, jöjjenek az új gondolatok, és hát, ha egy-egy megfogan bennünk is, és újabb ötletekkel és gondolatokkal tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy elinduljunk egy új úton, és épüljön, szépüljön ez a társadalom. Én megköszönöm kedves nézőinknek, hogy ma is velünk tartottak. A viszontlátásra, jó éjszakát!